Rendezett a Politika Kapitál múlt héten egy konferenciát, az volt a címe, hogy túszul ejtve, ez egy kérdő mondat volt, vagy kérdő cím volt, és a szélső jobb és Európa, az Európai Unió tagállamainak helyzetéről szólt leginkább, mert hogy ezek az államok a szélső jobb által túszul vannak ejtve. Krekó Pétert kérdem, kutatási igazgatója a Politika Kapitálnak, és hát gondolom válaszokat várt a résztvevőktől. Vagy adott válaszokat? Jó reggelt kívánok, hát valóban válaszokat vártam, és azt hiszem, hogy elég sok választ is kaptunk. A konferenciát egyébként a szocialisták és demokraták progresszív képviselőcsoportja rendezte, a Politika Kapitál csak társ szervező volt, ez a második legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. És a fő célunk igazából az volt, hogy egy kicsit kilépjünk Magyarország határain túlra is abból a szempontból, hogy lássuk, hogy a szélsőségek erősödése, akárhogy definiáljuk őket, ez a definíciós kérdés az előtérbe is került, ez egy összeurópai probléma. És például, hogyha arra gondolunk, hogy nemrég a napokban volt egy bizalmatlansági indítvány a bizottsággal szemben, és annak a vezetőjével, Junckerrel szemben, akit amiatt hibáztatnak, hogy a miniszterelnöksége alatt Luxemburg adóparadicsommá vált. Végülis leszavazták ugyan ezt a bizalmatlansági indítványt, de nyilvánvalóan nagyon sok olyan kezdeményezés lesz még az elkövetkező időszakban, és ez is a szélső jobb oldalról jött, aminek a fő célja az, hogy destabilizálja az Európai Uniót. Ezt akartam kérdezni, hogy Junckert megvédte egy nagyon furcsa koalíció, a Néppárt, a szocialisták meg a liberálisok. Igen. Tehát gyakorlatilag az ő felállításának és az ő emberei felállításának esélye sem volt. Ez az egész csak arról szól, hogy hangulatot keltsenek az Európai Unión belül az Európai Unió szervezetei, az Európai Unió rendje ellen? Egészen nyilvánvalóan erről van szó. Itt igazából az, vannak olyan politikai erők, amelyek nyíltan kimondják azt, hogy az európai projektet le akarják rombolni. Amikor az egyik euroszkeptikus, vagy inkább azt mondanám, hogy Európa ellenes frakció két vezetője, Nigel Farage és Bebe Grillo találkoztak egy brüsszeli kis étteremben, már eleve érdekes az ő összefogásuk egy koalícióba, hiszen azért a UKIP az inkább szélső jobb oldalinak, vagy populista jobb oldalinak mondható, Bebe Grillo meg inkább baloldalról jött, de összefogtak, hogy meglegyen a frakciójuk, és az a mondat hagyta Nigel Farage száját, hogy jó lesz közösen bajt csinálni az Európai Unióban. Tehát, hogy ebből a fajta már-már ilyen anarchisztikus szemléletmódból az Európai Unióra vonatkozóan még viccet is csinálnak. Nyilvánvalóan azt el kell mondani, hogy a téma felvetése egyébként én azt gondolom, hogy jogos és legitim. Tehát az, hogy az Európai Bizottság elnöke tisztázza magát azon vádak alól, hogy ő volt az, aki megrövidítette az Európai Uniót adóbevételektől, de ezzel együtt azt gondolom, hogy nyilvánvaló volt az, hogy meg fogja védeni ez az úgynevezett nagy koalíció Junckert, és az egész igazából nem szól másról, mint hogy a legitimitását alássa az Európai Uniónak, és nyilvánvalóan ez azért összességében nem igazán érdeke az EU állampolgárainak. Ha a szélsőséges csoportokról beszélünk, az ugye nagyon sokféle, mi a szélső jobb oldalt szoktuk itt Magyarországon általában neként kezelni, de Európában ennél sokkal sokszínűbb a helyzet, az iszlám szélsőségesektől, a szélső baloldaliakig, sok minden van, ugye Spanyolországban pontosan egy új párt megjelenésével a szélső balt vizionálják nagyon sokan. Ez kezelhető egyfajta gyógyszerrel, vagy különböző megoldásokat kell találni? Nagyon nehéz ennek a problémának egyrészt a közös gyökerét azonosítani, másrészt pedig valamiféle egységes megoldást kidolgozni rá. Valóban, hogyha megnézzük most az Európai Parlamentben csak azt, hogy mik azok a pártok, amelyeket inkább Európa ellenesnek, és inkább a középpel szemben egyfajta ilyen kombatáns attitűdjük miatt szélsőségeseknek nevezhetünk, azért ez egy 20%-nyi csoport, de azért ebben benne van a szélső baloldal is. Itt nagyon különböző csoportosulásokról van szó. Ami közösnek tűnik, és az el is hangzott a konferencián, a megerősödésükben az, hogy van egy olyan általános bizalmatlanság a közép pártjaival szemben, és egy erősödő bizalmatlanság, ami nyilván felerősítette a válság az elmúlt években, de nem lehet csak a válsággal magyarázni. És erre a kihívásra kell valamilyen szempontból a közép pártjainak egy kihívást adni, mert hogyha nem, akkor ez a mostani 20% a következő EP választáson akár lehet 25-30% is, és szépen lassan képesek lehetnek arra ezek az erők, hogy tényleg
hatékonyan blokkolják az Európai Uniós döntéshozatalt, és utána azt mondhatják, hogy hát nem működik az Európai Unió. Hát természetesen nem működik, mert hogyha szándékosan blokkolják a működését, akkor erre van esély. Azt mondta Schöffling György éppen ezen a konferencián, arra viszont nincs, hogy ezek a szélsőséges pártok mielőbb, mi hamarabb eltűnjenek. Maguktól nem fognak. Azt mondja most ön, hogy valamiféle középpárti összefogásra van szükség, de pont Magyarországon épp a Jobbik esetén látszik az, hogy egyes pártokat is különböző szereplők mennyire másként ítélnek meg, és más módon viszonyulnak hozzá. Ez európai megoldásként még sokkal nehezebb, mint akár egy országon belül, és itt sem, nálunk sem megy. Egészen pontosan a mi célunk az volt, főleg az első politikusi panellel, hogy leültessünk olyan különböző frakcióhoz tartozó képviselőket, Schöffling Györgyöt a Néppártból, Meszerics Tamást a Zöldektől, Újhelyi Istvánt, és Niedermüller Pétert a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából, akik a legtöbb kérdésben nem értettek egyet, de mégis volt egy olyan közös értékközösség, ami azt mondta, hogy az Európai Unióra szükség van, és hogy nem helyes az, hogyha kisebbségekkel szembeni politikai hadjárattá válik a politika. De ez a gondolat, ez elég lehet egy közös harchoz is a szélsőségekkel szemben? Önmagában még nem, de azt hiszem, hogy egy értékközösség mindenféleképpen fontos. Nyilvánvalóan, hogyha Magyarországon beszélünk erről a kérdésről, és főleg az Európa ellenességről, akkor nem lehet ezt a kérdést megkerülni, és ezt nem tették a jelenlévők se. Például Niedermüller Péter is megemlítette, hogy azért arról is van szó, hogy a középpártjai adott esetben például az Európai Unióban, és inkább itthon Orbán Viktor és pártja a Fidesz, azért sokszor keltik az Európai Unióval szembeni összhangolatot, és ehhez képest azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet volt, amit Schöffling György mondott, hogy lehet, hogy vannak ilyen üzenetek, minden más tagállamban is vannak, de az Európai Unió iránt a Fidesz szerinte legalábbis egyértelműen elkötelezett. Hát ez voltak a konferencia pozitív végkicsengése és híre. Vegyük ezt az összes többit, pedig majd európai pártoknak kell megoldaniuk, meg az európai polgároknak. Úgy közösen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.